Európa legnagyobb acélfeldolgozójának bezárását követelik a dél-olaszországi Tarantóban élők. Az itáliai ügyészségek vizsgálataiban csak halálgyárként szereplő üzem több részlegét a hatóságok már lezárták. Az általa okozott környezetszennyezés ugyanis már több mint 7000 ember haláláért lehet felelős. Az Emberi Jogok Európai Bírósága tavaly év elején elítélte Olaszországot, amiért nem tesz semmit állampolgárainak egészsége védelmében. Szégyeljék magukat. Először munkát adnak, aztán a férjeink és a gyermekeink életét veszik el. Elveszik az otthonainkat, mindent, mondta az egyik tiltakozó. Az üzem melletti térségben 50%-kal gyakoribbak gyermekek körében a rákos megbetegedések, mint bárhol máshol az országban. Stefania Corisinek az apja és a férje is rákban hunyt el. A nő most két lánya életéért aggódik. A gyermekeket nem tarthatjuk bezárva, ha kimennek játszani, olyan dologhoz is hozzáérnek, amihez nem szabadna. És a felelősség az enyém, hiszen én döntöttem úgy, hogy nem megyek el innen, mondja. Quindi io mi sento responsabile anche dei miei figli, perché io ho deciso per loro di abitare in quel quartiere. Az elnéptelenedett vidéken felnőni egyedülálló tapasztalás. Grazia Parisi 15 éve dolgozik gyermekgyógyászként, mint mondja, már az egészen kisgyermekek is tisztában vannak azzal, hogy idő előtt fiatalon meghalhatnak. Olyat kérdeznek, hogy rövidebb ideig fognak élni, mint azok a gyerekek, akik nem ebben a városban laknak. Io famiglie decimate. Sokuk családját elérte már a halászszele. Nagybácsik, nagyszülők, szülők, testvérek mentek el, viszonylag fiatalon, mondja. Mamma, o padre, fratelli. Giorgia Orlandi, az Euronews tudósítója arról beszél, hogy az itteniek már megszokták, hogy a szelesebb napokon gyakorlatilag kijárási tilalom van, mert a szél ilyenkor még több rákkeltő anyagot hoz az üzemből. A hatóságok ilyenkor azt ajánlják, hogy mindenki maradjon otthon és ne nyisson ablakot, ajtót. Lucia Zito 52 éve lakik a gyár tövében, de nem hajlandó ennek eleget tenni, nem hajlandó állandó félelemben élni. Mint mondja, zárva kéne tartani mindent. Sosem cselekedtem így. Mindig kinyitok mindent. Nem lehet leélni egy életet csukott ajtónál és ablaknál a saját házamban. És hát mindenhol csak por van. Folyton takarítanom kell. A körmeim teljesen lekoptak, mondja. Az 1905-ben alapított Ilva tavaly 4,5 millió tonna acélt állított elő. Ha bezárják, 8000 ember állása szűnik meg, viszont ennél jóval több élet menekülhet meg.